Története első NB1-es győzelmi szeptemberben az MTK otthonában szerezte meg a Kisvárda, amely az őszi zárófordulóban igazi téli körülmények között fogadta a fővárosiakat. Az első lehetőség a 26. percben adódott a házigazda előtt, Ilics jobboldali beadását Sasza fejelte kapura, Kiscsák bravúrral hárítani tudott. A 31. percben a brazil szélső távolról vette célba a kaput, lövése azonban pár centivel céltévesztett. Szünet után nem sokkal Ilics iramodott meg a jobb szélen, de a beadása Kiscsák kezében kötött ki. Az 59. percben Torgel előtt kapura, Felipe védése után Vári hárította el a gólveszélyt. Fél perc múlva a kapufa segítette ki a várdaiakat, Szelin lövése a jobb oldali részről vágódott ki. A 69. percben egy szöglet után ismét a hazaiak kapusának kellett védenie. A 76. percben megszerezte a vezetést a Kisvárda, Horváth fejelte le a labdát Ilicsnek, aki 12 méterről a jobb alsó sarokba gurított. A hosszabbításban még Felipének kellett védeni egyet, hogy a 3 pont a hazaiaknál maradjon. Én úgy gondolom, hogy az első fél időben is és a másodikban is ezen a kicsit irreális talajon. Teljesen egyenrangú ellenfelei voltunk az MTK-nak, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy úgy az első fél időben, mint a második fél időben nagyobb gólszerzési lehetőségeink nekünk adódtak. És azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki oda tette magát, nagyon-nagyon keményen küzdöttünk és harcoltunk. És én úgy gondolom, hogy az egy gól győzelmi megérdemelt. A vendégek edzője azt sajnálta, hogy a helyzetek ellenére pont nélkül maradt csapata. Minden elismerésem a játékos elmúlja, hiszen ilyen irreális körülmények között is ugyanazt a játékot tud nyújtani, amit az egész bajnokság során. Sajnos ma olyan napot éltünk meg, hogy kétszer is a kapufára hiába gurult végig a gólnál, de mire kétszer kijött. És hogy hiába tettünk meg mindent a 3 pontért, a forduló további eredményei a következők: Puskás Akadémia Mezőköves 2-0, Paks Diósgyőr 1-2, Szombathely Debrecen 0-2, Budapest Honvéd Újpest 2-2 és Molvidi FC Ferencváros 2-1. A tabella élén a Ferencváros áll 39 ponttal, megelőzve a 34 pontos Molvidi FC-t. A Kisvárda 16 ponttal a 11. helyen várja a február 2-án kezdődő tavaszi folytatást.